Összeállításunkban elérkeztünk a legmagasabban jegyzett osztály, a Zonder kategória táncosaihoz és a Standard döntőhöz. A 266-os rajtszámmal induló Inotai Csaba és Fischer Marian többszörös bajnokpár, tehát ennek a versenynek, a Budapest bajnokságnak ők voltak az első számú esélyesei. A döntő első tánca az angol keringő után minden pontozóbíró az Inotai házaspár sorolta az első helyre. A többiek helyezési sorrendje pedig olvasható a táblázatunkon. Most pedig következzen a második standard tánc, a tangó. A tangót is esélyeshez méltóan az Inotai házaspár nyerte meg, a többiek helyezési számai között némi változást tapasztalható. Most pedig következik a harmadik tánc a standard táncok döntőjében, a bécsi keringő. A bécsi keringő után is az Inotai házaspár kapta meg az első helyezési pontszámot, a többiek helyezése szintén olvasható a táblázatunkban. Most pedig következik a standard táncok döntőjében a negyedik tánc, a Slow Fox. I was a lonely one.
Úgy látszik, az imotai házaspár nem tud hibázni, hiszen a Slow Fox után is ők szerezték meg az első helyezést. Most pedig következik a döntő utolsó táncszáma, a Quick Step. Charming way, I want some shoes to set my feet a dancing, 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 dancing all the day. Shoes to set my feet a dancing, dancing, dancing all my cares away. Then he tapped and he stitched, for his fingers were bewitched, and he sewed a dream to every seam, making shoes oh so neat, just like magic on her feet. And he hoped she'd know that he loved her so. But she danced, danced, danced as though she were in trance, like a spinning top all around the shop on her dainty feet. Köszönöm szépen a pároknak. Kialakult tehát a végeredmény a Budapest Bajnokság Zonder kategóriájában, a standard táncokban. Az első helyezést Inotai Csaba és Fischer Marina szerezte meg. A 267-es rajtszámú Kis Balázs Magyari Adrien lett a második, míg a 268-assal táncoló Kovács László és Mézes Linda szerezte meg a harmadik helyezést. Az ötödik